És hát a Hargita stúdió vendége, Tóth László főkonzul, köszöntöm, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Mióta van főkonzulátus Csíkszeredában, és tulajdonképpen mi ez a, miről tudna beszámolni, hogy milyen munka volt ez alatt a sok év alatt, és milyen eredményeket értek el? Hát több mint egy évtizede van Csíkszeredában a főkonzulátus, és igazából a fő tevékenysége a csíkszeredai főkonzulátusnak a honosítás és a honosítással kapcsolatos különböző adminisztratív ügyintézésnek a lebonyolítása. Ugye hát ez köztudott, hogy amióta a kedvezményes honosítási lehetőség rendelkezésre áll a külóni magyar állampolgároknak, azóta itt a Székelyföldön éltek értelemszerűen a legtöbben ezzel, hiszen a legtöbb külhoni magyar egy tömbben az itt a Székelyföldön él, tehát a csíkszeredai főkonzulátuson nyújtják be honosítási kérelmet, aztán miután állampolgárok lettek, ugyanígy a csíkszeredai főkonzulátuson intézik a különböző adminisztratív ügyeiket, útlevelet kérnek, szemigazolványt, anyakönyveznek, stb. Tehát igazából a fő tevékenységünk ez, és ezt 2006 óta végezzük itt Csíkszeredában. Amikor készítettük az adástervet, és arra gondoltunk, hogy önt is meghívjuk, akkor azt a címet adtuk ennek a beszélgetésnek, hogy otthon Csíkszeredában. Hogy érzik magukat itt? Otthon vannak? Otthon vagyunk, igen. Itthon vagyunk Csíkszeredában, ezt mondhatjuk, hiszen itt ténylegesen egy magyar közegben működünk. Jó magam, én idevaló is vagyok egyébként, én tényleg itthon hazajöttem és itthon érzem magam, de ezt nyugodtan mondhatom, hiszem a kollégáim nevében is, hiszen itt tényleg nagyon befogadó közegbe jöttünk és működünk. A kezdeti nagy dömpinget, hogy így mondjam, az igényeket illetően ma milyen a forgalom önöknél? Még mindig nagy a forgalom, csak egy picit megváltozott ennek a forgalomnak a célja. Valóban az első 2010 után nyilván az első években nagyon sokan azért jöttek, hogy honosítási kérelmet nyújtsanak be, tehát hogy az állampolgárságot megszerezzék. Ezt a 2010-es évek elején a nagy többség megtette. Azóta ez a szám csökken, de még most is nagyon sokan jönnek egyébként honosítási kérelemmel be hozzánk. Tehát, hogy igény az folyamatosan van, viszont azok, akik a 2010-es évek elején honosodtak, azoknak meg a különböző ügyesbajos dolgait intézzük. Tehát úgy ugye útlevelet, amint említettem, szemigazolványt állítunk ki, anyakönyvezünk, aztán különböző anyaországi programokat bonyolítunk itt, mint például az anyasági támogatásnak az ügyintézése és a főkonzulátuson zajlik, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak különböző programjaiban együttműködünk, segítjük ezeknek a lebonyolítását. Tehát sokrétű a tevékenységünk. Sok mindennel kiszolgáljuk itt a székelyföldi magyarokat. Mekkora területet fednek le egyébként? Tehát, hogy gondolom, nem kimondottan Hargita megye, hanem annál nagyobb. Nagyobb, hát a három székely megye, így szoktuk mondani, Hargita, Kovászna és Maros megye, és ez még négy moldvai megye is tartozik hozzánk. Bákó, Szucsávan, Jámc és Botosán megyék. Hát itt Bákó megyében él még jelentős számú magyar közösség, ugye a moldvai csángók. Őhozzák is járunk rendszeresen, ott is működik egy magyar oktatási program, amit figyelemmel követünk, ha szükség van, akkor segítsük, támogatjuk. Tehát, hogy igazából ez a három székely megye és Bákó megyének a csángók által rakott része az, ami úgy igazán a tevékenységkörünkbe tartozik. Tehát akkor önök esetleg ki is mennek helyszíne, tehát mondjuk egy pusztinai csángónak nem muszáj bejönnie, hogyha ügyes bajos dolgát szeretné elintézni? Igen, ki szoktunk járni helyszíne Moldvába is, de egyébként Székelyföldön is kijárunk a különböző nagyobb városokba, távolabbi régiókba rendszeresen. Vannak úgynevezett kihelyezett konzuli napjaink, ami azt jelenti, hogy egy kvázi egy mozgóirodaként kiszállunk, és akkor ott is lehet bizonyos ügyeket intézni, nem mindent, mert van, ami helyhez kötött a különböző biztonsági okokból, de az ügyek többségét azt tudjuk így kihelyezett konzuli napon intézni, ami jelentős könnyebbség egyébként a távolabbi kis falvakban élők számára, hiszen nyilván könnyebb bemenni mondjuk Kézdivásárhelyre vagy Marosvásárhelyre, mind eljön ide Csíkszeredre, akár Maros megyébe, akár Háromszéknek mondjuk a délkeleti csücskéből. Úgyhogy ezek a kiszállásaink rendszeresek, a nagyobb városokban, a kisebb városokban eseti jellegűek attól függően, hogy mekkora az igény. Mit tapasztal, hogy a helyiek megszokták, hogy itt vannak, a székelyföldiek befogadták önöket? Hát én úgy gondolom, hogy igen, abszolút igen. A csíkszeredai magyar főkonzulátus az már egy ilyen állandó és nagyon ismert intézmény itt a Székelyföldön, ezt nyugodtan mondhatom. Tehát ahogy van mondjuk a megyei tanács, a városi önkormányzatok is, ezek állandóan itt vannak és bizonyos dolgokat intéznek, meg hozzájuk lehet fordulni bizonyos kérdésekben, ugyanúgy a székelyföldi magyarok tudják, hogy itt van a csíkszeredai főkonzulátus, amin keresztül egyébként bizonyos Magyarországhoz, a magyar állampolgársághoz kötődő ügyeket tudják intézni. Azt gondolom, hogy nagyon sok
emberrel is, ezen keresztül nagyon sok életúttal is találkozhattak, hiszen nem két perces munka az ügyintézés, és a tapasztalatom szerint egy-egy kis beszélgetésre is lehetőség adódik. Volt olyan élménye, amely igazán megérintette? Találkozott olyan emberrel, akinek a története az állampolgárság igénylése kapcsán meghatotta? Hát több ilyennel is találkoztam az itt étem alatt, és kollégáim is, akik a korábbi évektől itt vannak már, sok ilyenről mesélnek. Legutóbb például Csíkborzsován voltam, egy 100 éves néninek nyújthattam át a honosítási okiratát személyesen, és hát igen, egy ledöbbentő és nagyon-nagyon mélyen megérintő életutat mesélt el ez a hölgy nekem, aki 100 éves kora ellenére nagyon jó fizikai és szellemi állapotban van, és tudott mesélni a múlt századnak azokról a viharairól, amelyek itt bizony megtépázták a közösséget elég rendesen. És hát azt is tudni kell, hogy önök részt vesznek gyakorlatilag a város és a térség kulturális életében is. Számos olyan rendezvényük van, amelyre érdemes elmenni. Miért tartják ezt fontosnak? Valóban, hát ugye ezt mondani szoktuk, hogy elsődleges feladatunk a konzuli tevékenység, nyilván a konzuli képviselet vagyunk, tehát az, amiről eddig beszéltem, de ugyanakkor fontosnak tartjuk azt, hogy kvázi Magyarországot megjelenítve jelen legyünk itt a közéletben, a kulturális életben, a sportéletben, és valóban nagyon sok rendezvényt szervezünk, és nagyon még több rendezvényben meg társszervezők vagyunk a helyi intézményekkel együtt. Küldetésünknek tartjuk ezt, úgy a kultúrát illetően, mind a sportot illetően. Minden év januárjában a Magyar Kultúra Napjához kötődően Marosvásárhelyen szoktunk egy nagy hangversenyt szervezni, nagyon neves magyarországi fellépőkkel, előadó művészekkel, ez egy komoly zenei esemény. Idén Molnár Levente, világhírű operaénekes volt a vendégünk, tavaly Rost Andrea, tehát, és velük együtt lehetőséget nyújtunk ezeken az eseményeken fiatal, helyi, székelyföldi tehetségeknek a bemutatkozásra, mert ezt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ő pályájukat segítsük, az ő útjukat egyengessük, amennyire természetesen az erőforrásaink ezt megengedik. Úgyhogy nagyon sok ilyen van, holnap is például tartunk egy könyvbemutatót, Hargita megyei napok zajlanak ezen a héten, és ennek mi is részesei vagyunk, minden évben vállalunk egy eseményt idézőjelben, és holnap a főkonzulátuson kerül bemutatásra a Székelyföld könyvsorozatnak az idei legújabb darabja, és a Székelyföld folyóiratnak is a legfrissebb száma. Milyen az együttműködés más intézményekkel? Tudnak egyeztetni egy-egy kérdésben? Igen, tudunk és egyeztetünk is. Hát ugye itt elsősorban a városi önkormányzatok és a megyei tanácsok azok, akikkel a legtöbbet együttműködünk, különböző gazdasági szervezetek is, de ezek ugye inkább érdekvédelmi szervezetek, akikkel ugyancsak együttműködünk, hiszen külgazdasági tevékenységük is van, külgazdasági és külügyminisztériumnak vagyunk ugye az alárendelt szerve, úgyhogy velük nagyon jó az együttműködésünk. Ugye a megyei tanácsokkal, még egyszer mondom, mind az önkormányzatokkal, Sepsiszentgyörgytől, Marosvásárhelyig, Maros megyétől, Kovászna megyéig, tehát hogy ez egy élő kapcsolat, hál' Istennek. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok a továbbiakban is. Köszönöm szépen én is.